Kialudtak a fények a Mátészalkai Kossuth téren. A helyszínen idén is ezrek gyűltek össze a fényes napok alkalmából. A rendezvényen már hagyomány, hogy életre kell a mécses tartó fiú szobra. Ő adja át jelképesen az éltető lángot a város polgármesterének. Hazánkban először itt, a Kossuth utcán gyúlt fény egy köztéri lámpában 1888-ban. A szatmári város évek óta nagyszabású, többnapos programsorozattal állít emléket a jeles eseménynek. A polgármester a következő időszak várható nehézségeiről, az összefogás fontosságáról is beszélt. Én az elkövetkezendőkben is ugyanazt kérem önöktől, kedves mátészalkaiak és jelenlévők, mint ahogy eddigi nehéz időkben tettük. Fogjunk össze, fogjuk egymás kezét, tegyünk róla, hogy a saját lelkünkben találjuk meg a belső békénket, ezzel a békénkkel gyújtsunk fényt a lelkünkben, és akkor biztos, hogy mások életét is beragyogja majd a mi fényünk, és az ő lelkükben, szemünkben is fény gyullad majd. A parád és esti programok között az egyik leglátványosabb a fényes felvonulás. A több ezer emberből álló fáklyásmenetben művészeti csoportok, civil szervezetek, helyiek és az ideérkező látogatók vonulnak. A kétnapos fesztiválon színházi előadások, könnyűzenei koncertek, kiállítások is várták a közönséget.